mondani, de aztán tudsz címeket adni. Ugyanis ez az első játékfilmje a Fanninak, de az egyik nagy sikerű, talán a legsikeresebb rövidfilmének az volt a címe, szintén a Stork Natasával, hogy a csatárnő lába életveszélyes. A bal lába. A csatárnő bal lába, ó, pláne. Ja, tényleg az ott fontos is volt, hogy a bal lába életveszélyes. Ennek meg ugye, hogy veszélyes lehet a fagyi. Direkt keresed a veszélyt a címekben, vagy miért van ez? És mit jelent ez, hogy veszélyes lehet a fagyi? Hát biztos, hogy tudat alatt van valami vonzódásom a veszélyes dolgokhoz, de bevallom, hogy nem direkt volt. A cím az azért született, mert képvisel valami, egy olyan mellébeszélést, amit fontosnak tartottunk a filmben, hogy ezek a lányok nem mondják ki azt, amit kéne. És a jelenetben, ahol előkerül ez a fagyi, ott is az Éva arról beszél, hogy ez milyen veszélyes, pedig igazából az a veszélyes, amennyire beleszeretett az ikertestvérének a pasiába. Igen, nekem az a fagyi ott a szerelmet is jelképezi, amit bezabál és kihány, és így átmossa a testén az Éva. Ezért veszélyes, mert ezért számára is veszélyes. Ott, igen. De azért is veszélyes, nem, mert valahogy egy picit az Éva szégyelli ezt a fagyi dolgot, meg ezt az egész lepukkant családot. Szóval kicsit úgy tűnik, mint hogyha... De az Adél is azt mondja, hogy ezt a fagyit ne vigyük oda. Hát ezek ide elvinni egy ilyen a legócskább színezett hát nem, igen, nem is, hogy szégyelli, az Adél szégyelli odaadni, az Éva meg úgy gondolja, hogy... Hogy akkor... ilyet nem illik enni. Ilyet nem illik enni, ezért inkább vegyük meg az egészet. Ilyen emberek nem esznek ilyet. Akkor ezért veszélyes a fagyit, meg főleg a szerelem miatt. Igen. Voltak nektek bármilyen, vagy utána néztetek bármilyen ikertapasztalatoknak, nem tudom, hogy ismerősi körbe, családban, mert ez egy elég speciális dolog. Nekem véletlenül van egy barátom, nem véletlenül, de van egy barátom, akinek egypetélyű iker fiai vannak, és az egy ilyen nagyon furcsa kapcsolat. Tehát ilyennek így utána néztek, az nem ugyanaz, mint két testvér, az majdnem ugyanaz, mint amikor saját magammal jövök szembe, vagy a saját másik énem. Az egész Biblia erről szól, hogy az ikreknél mindig ugye a Káin és az Ábel, a József és az Ézsau, tehát mint hogy a szétválnának egy jó és egy rossz arcra. Hát én nagyon-nagyon sok YouTube videót néztem meg ilyen ikrekről, akik beszámoltak az életükről, de aztán nyilván élő ikrekkel is beszélgettünk, de én a másikhoz is akarok kapcsolódni, hogy hát az ötlet magja valami ilyen volt eleve, hogy van egy ketté vált, tehát vannak valakik, akik együtt voltak az anyaméhékben, és most kettő életet élnek, és mégis teljesen mások. És valahogy ez a mágikus dolog, hogy teljesen összetartoznak, de mégis két fizikai valóban vannak, és két különféle személyiségük lett, ez volt valami, ami a legelején már elkezdett nagyon foglalkoztatni szerintem mindkettőnket, és hogy ez hogy tud aztán annyira eltávolodni, mint ami náluk igen. volt. Igen, tehát hogy a legösszefortabb, legbensőségesebb kapcsolatot kiválasztottuk a világon, hogy aztán szétszedjük és összeforrasszuk őket, vagy ezt akartuk megvizsgálni, hogy amikor ez összeforr, ez a kapcsolat az milyen. Hát meg hogy eleve mi lehet az, amitől két ember így szétsodródik, akik együtt töltöttek mondjuk 9 hónapot ideális esetben. Nagyon mégben, meg még utána is egy darab időt. De valóban ez egy ennyire szoros kapcsolat, vagy éppen ez egy küzdelem ezzel a szoros kapcsolattal, a másik énnel, hogy hát te is tévesztik őket, te melyik vagy, kérdezik, igen. De hát ezt én is tapasztaltam az ikreknél, hogy én sem tudtam megmondani, hogy most a Gyuri vagy a Balázs. Nem lehet jó érzés a saját identitás szempontjából, hogy megkérdezik mindig valakitől, hogy te most melyik vagy. Tehát azért ez nem egy olyan összefort kapcsolat, inkább egy... Nem? Próbálnak szabadulni. Hát szerintem számomra a legmegdöbbentőbb felismerés a kutatómunka során az volt,
mert szerintem nekem voltak ilyen kislánykori elképzeléseim erről a csodálatos és vicces összenőtt iker kapcsolatról, amikor egymás helyett megírnak dolgozatokat a kislányok, meg nem tudom, mindig valamelyik jobb valamiben, és akkor ebből a lila ködből, így, amikor a Zsófival iszonyú sokat kutattunk a témában, és beszélgettünk ikrekkel, rádöbbentünk arra, hogy ez pokoli, és hogy milyen bugyrai vannak ennek, hogy igazából egy életen áttartó verseny, egy, nem tudom, egy ponton azt hiszem mindenki beszámolt egy olyan szorongásról, hogy egyedi szeretne lenni. Szóval azt hiszem, hogy sokkolt a sötét oldala az ikerségnek. Hát meg ilyen nagyon általánosan szerintem minden, ami ennyire szimbiotikus, az egyszerre nagyon nehéz, meg nagyon sok szép része is van. Tehát, hogy ez amúgy valahogy vele járulja, nem, hogy akik ennyire szorosan együtt vannak, annak a szorossága iszonyú fullasztó is, és közben van az áldásos része is. Tehát, és szerintem ezt próbáltuk is egy picit tematizálni, hogy azért van ennek egy olyan része, ami meg, hát, ami tényleg mágikus, vagy ami elbeszélésünkben az. Igen, hát tulajdonképpen ilyen esetben, mert nem csak arról mondtad, hogy szorosan együtt vannak, mert itt még ezzel a Budi Magdiát nagyon fantasztikus anyukával, nyüzsgő anyukával is ugye nagyon együtt vannak, vagy legalábbis együtt voltak nyilván sokáig. De itt mintha többről lenne szó, mint egy ilyen szoros szimbiózisról, nem, hogy majdnem úgy ugyanarról van szó, hogy nehéz meghúzni az én határát, hogy honnan kezdődök én, és hol végződik ő, melyikünk, kicsoda. Igen, meg azt hiszem, hogy könnyebb is úgy irigyelni a másik életét, vagyis nem is könnyebb, bizarabb úgy irigyelni a másik életét, ha az a szakasztott másod. Belegondoltam, hogy milyen ikrekről szóló filmeket láttam, és azokban, beleértem mondjuk a Nenyed Ildikó filmjét is, hogy egy ismert és magyar példát hoznak, mindegyikben az a, hát vagy a konfliktus, vagy a humor forrása, egy kivétel van, majd elmondom, hogy melyik, de ott meg épp az ellenkezője a humor forrása, az a humor forrása, hogy összetévesztik őket. Tehát bemegy, és hát mint az iskolába, hogy elég, ha az egyik tanul mindig. És minden ikrekről szóló film, még a, ami nem egy könnyű komédia, a Nenyed Ildikó, az Én 20. századomja is arról szól, hogy még a szeretőjük is összetéveszti őket, mert annyira nem tud különbséget tenni. Nálatok meg erről nincs szó itt. Nagyon két különböző emberről van szó. Volt egy szakasz amúgy, hogy bementünk ebbe az utcába. Tehát korai treatmentekben azért talán még erre is húztuk fel az első verziót, hogy az egyikük átadja ilyen abszurd módon a szeretőjét a másiknak, hogy ő nem vesz észre. Tehát, hogy azért mi is belecsúsztunk ebbe, mert ez nagyon vonzó, vagy szóval nagyon adja magát. Ez a séma. Igen, de valahol szerintem ott mindig megakadtunk, hogy nem vesz észre, hogy ez egy másik ember. Sőt, abban a treatmentben szerintem valami olyasmi volt, hogy tudta, és de nem szólt. De mégis belement a igen. Igen, sokkal érdekesebbnek gondolom, és sokkal életszerűbbnek gondolom, hogy ez két különböző ember, ez két különböző tudat, két különböző egyéniség, különbözőképpen viszonyulnak a világhoz, miközben hát láthatóan szoros testvéri kapcsolatban vannak, hát bármi van, akkor mindig egymást hívják fel. Egy pillanatig nem volt kétségetek afelől, hogy ezt ugyanaz a színésznő játsza, pláne hogy az a Stork Natasa legyen, akivel te már dolgoztál? Hát az utolsó pillanatig vaciláltam, igazából az volt az iszonyú félelmetes ebben a döntésben, hogy egy ember játssza ezt a két szerepet, mert magával hoz egy ilyen technikai ügyet, hogy VFX, hogy ketté kell vágnunk azt a képet, hogy én az ő közös jeleneteiket soha nem látom ott megszületni, csak egy dublőrrel, tehát hogy mindig és csak a felét, látják, akkor ők sem. Tehát, hogy úgy azt éreztem, hogy ez őrültség ebbe belevágni, hogy az első nagyjátékfilmem, nem, hogy nem csináltam még ilyet, de nagyjátékfilmet se, szóval még mindig úgy gondolom, hogy őrültség volt, de örülök, hogy végül így döntöttünk, mert a Natasát viszont hát nem tudtuk elengedni egyszer, csak így végignéztük Magyarország összes színésznőjét, csodás színésznőket, tényleg olyanokat, akik nagyon hasonlítanak egymásra. Rengeteg szuper opció volt, csak a Natasa egyszer csak így beragadt a fejünkbe, és nem ment hát igen, ki onnan. Én úgy is írtam, hogy végig a Natasát képzeltem el. Szóval ő valahogy annyira hordozza magában ezt a két amplitúdót eleve,
Azért a Csatárnőben is nagyon ezzel operáltál, meg hogy operáltunk, és én nagyon örültem neki, hogy ő lett ilyen. Azt mondja Natasa, tulajdonképpen ebben a két szerepben jobban különbözik, most majdnem azt mondtam, hogy a másiktól, önmagától, tehát az egyik szerep a másiktól, mintha két színésznőt választottatok volna, aki óvatatlanul inkább hasonlítani akar, hogy eljátsza az ikrát. Igen. Igen, azt hiszem, hogy ez volt a végső döntés oka, hogy nagyon különböző embereket akartunk, és ezt az iker varázslatot egy kicsit hordozza önmagában az, hogy ez azért a Storch Natasa, mind a kettő ugyanaz az ember, és belőle táplálkozunk, mert az ő, hát a legtöbb tulajdonság, amivel felruháztuk ezt a két lányt, benne megvan. És igazából csak így szétszedtük, így szeparáltuk ilyen Excel táblázatba kb. Jó, nem egy füzetbe, de hogy tényleg konkrétan az ő kis ilyen gesztusait két oldalra felírtuk, és azt mondtuk, hogy ezt Adél csinálja, azt pedig Éva. Igen, és nem az öltözéken múlik meg a környezeten, hanem amikor arcközeliket látunk, akkor is mindig biztosak lehetünk benne, hogy most az Éva vagy az Adél arca. Szóval, mint hogyha egész más, vagy nem tudom, itt van, aki ingatja a fejét. Én rögtön észrevettem, hogy melyik. Csak az arcból, tehát nem kellett az a segítség, ami mindig a könnyebbik út, ugye, hogy van öltözve. A végén már nincs is úgy öltözve, hát az végén az Éva úgy fut el, mint hogyha ő lenne az Adél. Ott már kifejezetten Adélnak is néz ki. De hogy én például mindig tudtam, hogy melyikről van szó, akkor is, hogyha csak az arcát láttam, anélkül, hogy benne lett volna a közegbe. Tehát az persze sokat segített, hogy általában azért egészen másképp öltöztek, meg másképp sminkeltek, de az arcjátéka, tehát a szájában volt a Storch Natasának valami másik fajta keserűség, amikor az orvosnőt játszotta, és hát nem tudom, talán egy picit olyan üresebb arc, amikor a Évát játszotta. Igen. Hát tudatos volt, vagy nagyon örülök ennek. Egyébként csináltunk egy olyat is, hogy az Adélnak a szájába konkrétan tömtünk valami vattát. Szóval, igen, hogy egy picit karakteresebb legyen az arca. Igen, ez volt az egyetlen ilyen trükk, hogy eltorzítsuk az arcát. Úgyhogy szegénynek két hónapig egy vatta volt a szájában. Igen. De nem volt zavaró, inkább csak az látszott, hogy ő a másik lány. Nem, eszembe nem jutott volna, hogy ez nem színészi eszköz volt, amit ő csinált. Azt figyeltem meg, és akkor azt mondom, hogy utána hagyjuk is a közönséget kérdezni, csak azért is kérdezni meg, mert ez még azért engem nagyon izgatott, amikor láttam. És nem is egyszer láttam, hogy hát ugye van benne egy elképesztő dramaturgiai csavar, hát amihez külön is gratulálnék, mert ez egy fantasztikusan megcsavarja a történetet, mikor a közepén átfordul az Adél története az Éva történetévé, és nagyjából ugyanazokat, vagy hasonló történéseket látunk, csak most már vele a középpontban. Nem is azt mondanám, hogy az ő szemszögéből, hiszen ő is ott van a képen, nem a szemszöge van ott, hanem ő maga. És azt figyeltem meg, hát gondolom, hogy ez nem volt annyira nehéz észrevenni, hogy ugyanaz a szituáció, amikor ő van a középpontjában, akkor egészen más. Más napszakban játszódik. Más ruhát hord ő, mint a... Már majdnem olyan voltam, mint a kedvenc gyerekkori játékunkban, hogy van két hasonló kép, és tessék felfedezni a 10 különbséget. Tehát próbáltam megnézni ezt a 10 különbséget. Mi volt a cél, hogy milyen módon különbözzenek ezek? Vagy csak az volt a cél, hogy mások legyenek, vagy itt volt valami bevérfonal? Hogy ugyanazok, amikor mennek föl például a toronyba, vagy megérkezik az Éva. Hát igazából én emlékszem arra, hogy mikor jött az ötlet, hogy ketté osszam ezt az elbeszélést, mert az elején nem így osztottuk föl. És akkor azt hiszem, hogy engem az vezérelt, hogy tudom még érzékletesebbé tenni azt, hogy milyen nem átlátni ennek a nagyon szoros viszonynak a másik oldalára, és hogy kvázi ezen vigyen vége nézőt is. Vagy ez volt aztán az eredeti ötlet, és akkor ebből burjánzott ki lényegében az a gondolat, hogy akkor tényleg mindent a legérzékibben próbáljunk megfogni, hogy ő hogy élte meg.
és ez eltologathat mindent minden irányba, tehát az eredeti gondolat az is volt, kicsit úgy is forgattátok, de aztán ez csúszkált a Covid miatt, hogy az egyik tavasszal játszódik, a másik ősszel, attól függően, hogy ki hogy érzi magát, tehát hogy tényleg mindent annyira szélre tolni, hogy egy élmény legyen, és teljesen szubjektív legyen, tehát hogy az én részemről ez volt a szándék. Igen, én is. Ugye emlékszem, hogy viszonylag hamar meghoztuk azt a döntést, hogy nem csak máshogy érzékelik ugyanazokat a dolgokat, hanem ennél meredekebb változások is becsúszhassanak attól függően, hogy milyen mértékű a szorongása éppen az adott szemszögben lévő főszereplőnek. Hát az egyiknél este van, a másiknál ugyanabban igen, a szituációban. De van olyan, hogy egyszer a nincs nála a gyerek. Gyerekkel azt, jön, egyszer nem a gyerekkel jön. De én arra lennék kíváncsi, hogy itt volt valami következetesség, hogy az Adél az mindig egy picit ilyen szomorúbb, sivárabb legyen, és az Éva egy picit csillogóbban élje meg ugyanezt a helyzetet. Nem mondom, hogy látja, mert ott van benne a helyzetben. Hát az volt a koncepció, hogy mind a kettő a másikat, másikban látja az értékeket, és magát nyomorúságosabbnak látja. Hát, vagy talán még ennél is bonyolultabb, nyilván jelenetenként lehetne megnézni, de hogy például, ha most csak a keresztelőt nézzük, hogy mind a kettő, mintha a saját sértettségén átnézni a másikat, hogy az Éva úgy látja, hogy az Adél az, aki nem foglalkozik vele, neki ő nem fontos, nagyon flagma vele, stb. Az Adél meg úgy érzékeli, hogy hát ő egyáltalán nem is illik ebbe a világba, ő itt egy koszos rongy körülbelül, és el is megy, mert annyira nem komfortos ez neki, és persze felületesnek is látja, tehát hogy van benne egy ítélet is, meg egy ilyen komplexus is, és hogy valahogy mindent ez vezérelt, hogy mindent onnan megvizsgálni, hogy az ő érzékelése mifelé tologatja el ezeket a dolgokat, ami akár annyira extrém is lehet, hogy mondjuk más mond egy beszédet, vagy az egyiknél van gyerek, másiknál nincs, igen. Közben elmondanám, hogy az egyetlen kivétel, amikor arról van szó, hogy az ikrek nem a hasonlóság viszi a történetet, a tieteken kívül, nem tudom, hogy valaki tudja, az egy ilyen nagyon népszerű, most is időnként vetítik, amerikai komédia, az Ikrek című, amiben kiderül, hogy a Schwarzeneggernek van egy ikertestvére. Hát ugye a Schwarzenegger, azt tudjuk, hogy néz ki. És akkor ezt az a kicsi olasz színész játssza, aki a Schwarzeneggernek a derekáikért kopasz, kerekfejű, és ugye ők az ikrek. Ott kifejezetten erre, de ott vicc, tehát az egész viccre van véve természetesen, de pont arra játszanak rá, hogy az ikrek nem hasonlítanak. Hát ha nincs kérdés, akkor mi kérdez? Illetve én kérdezek, vagy ti beszéltek, nekem az még annál is jobb. Ugye a Gábor az neked a testvéred. Igen, ez... Nem azért választottam őt operatőrömnek, mert a testvérem egyébként, de hozott egy ilyen réteget a kapcsolatunkba, hogy nagyon bensőséges a viszonyunk, meg nagyon szoros kapcsolatban vagyok a testvéremmel. Régebben azt gondolták, hogy ikrek vagyunk egyébként. Na tessék. Most már nem, de hát egészen mély élmény a testvérete végig csinálni az első nagy játékfilmet, mert hát vannak ennek magassága és mélysége is. Szóval minden öröm, vagy ami sikerül, az is nagyobb, és a stressz helyzetek is, és a sok szorongás, mert nagyon aggódik az ember, hogy minden sikerüljön, igen. És egy pillanatig nem volt kétséged, miután az egész filmed azért a testvér kapcsolatnak a nehézségeiről is szól. Pillanatig nem volt kétséged, hogy ti, mint két testvér csináljátok a testvér kapcsolatról filmet, hiszen azért egy ilyen forgatás az önmagában elő szokta inkább hozni ezeket a nehézségeket. Volt kétségem, és közben is, és most is úgy gondolom, hogy egy vakmerő döntés volt, de nem bánom. Szóval örömtelibb és nehezebb volt, mintha nem a testvéremmel csináltam volna. De nagyon örülök végül, hogy az első filmélményem vele volt, és nagyon, nagyon jó operatőrnek tartom őt. Meg az egy szuper dolog, hogy az így ízlésünk az nagyon hasonlít, és nem, erről nem már nem kell egyeztetnem ízlésbeli dolgokról, például az operatőrrel, ami egy
gyerekkoromtól ismerem, mint a tenyerem, ismerjük a közös szeretett referencia filmjeinket, félszavakból megértjük egymást, ez egy óriási előny. És ez az anyuka figura, ennek van valami valóságos mintája? Nem tudom, hogy ki ismerte meg, hogy a Bódi Magdi nevű énekesnő. Régen ő egy nagyon ismert énekesnő volt, talán még mindig a pályán, azt hiszem, még mindig a pályán van a Bódi Magdi. Igen. Hogy volt ebben valami családi mintátok? Volt, de szerintem közös ismerőseinkből gyúrtuk a Zsófival az anyát. Ilyennek kell lenni az anyának. Hát meg kellett is nekünk, hogy egy ilyen anya legyen most, szóval, hogy szerintem egy kicsit fordítva csináltuk, hogy azon gondolkoztunk, hogy hogy lettek ilyenek ezek a lányok, és ehhez nekünk mi egy nagyon jó háttérember, amit bemutathatunk, tehát hogy erre is hasznos volt. Ahogy egyébként egy halott apa figurát is nyilván az ember ilyenkor megrajzol magának, hogy tudja a másik oldalt, csak az nem fér meg a filmbe, de nekünk ezek kellett tudni. Igen, hát ez egy kotlós tyúk, ez az anyuka. Ez teljesen, hát de milyen egy anyuka, aki egy két órás repülőútra is hatalmas uzsonnát csomagol a gyereknek, mert a gyereknek uzsonnát kell csomagolni akkor is, ha már nagy, és akkor is, ha csak két órára megy el, az anyuka dolga csomagol. És egyetlen egy dologban éreztem, hogy egy picit sematikus, és ez a férj figurája, már az Éva férjének a figurája, mi a neve neki? Tamás. Tamás figurája. Szóval szerintem akkor is elviselhetetlen lett volna ez a viszony, hogyha ez nem ennyire bunkó, különösen ott a fürdőszobában. Tehát nem mondja el állandóan, hogy én itt gürcölök, te meg, és hozom haza a pénzt, meg mindent, te meg úgyse csinált semmit, vagy valami. Tehát meg nem figyelt. Tehát egy picit, tehát ezek a viszonyok valószínűleg egy ilyen simább, akár mézesmádosabb férje, legalább ilyen, sőt, lehet, hogy még szörnyűbbek lettek volna. Tudott volna úgy is fenyegető lenni. Hát igen, ez ilyen, nem tudom, ízlés dolog. Szerintem mi dühösek voltunk ebben a témában, mi akartuk, nagyon, hogy pusztító legyen ez a férfi, hogy visszataszító legyen. Azóta ez a téma elég népszerű, és lehet, hogy lerágott csont, de én emlékszem az attitűdünkre, hogy ez minket nem érdekelt, hogy lerágott csont, mert rágjuk addig, amíg ez a jelenség van. Hát meg, hogy még ez még mindig elvileg az abúzus legfinomabb formája, a verbális abúzus, nagyon-nagyon sok embert érint, tehát most nem akarok átmenni egy ilyen társadalmi témába, de mégiscsak ez része, és csak hogy mondjam még valahogy így a keletkezés történetét, hogy nekem az egy nagy különbség a között, hogy van mondjuk egy kiüresedett házasság, vagy egy olyan házasság, amiben nincs kapcsolódás, vagy valami hazugság, mint mondjuk egy ilyen abuzív viszony, hogy a szégyennek a foka mekkora. És az, hogy az Évának a bezárkózása és az önhazugsága és a külvilág felé felrajzolt hazugsága mekkora, az egy picit eredeztethető nekem abban, hogy ott meg mekkora nagy, hatalmas nagy baj van. Na most az, hogy ez aztán aránytalan-e, vagy túlzó-e, vagy fele ennyit is lehetett volna mutatni, ez szerintem egy tök nagy kérdés, de valahogy én például abból még így retrospektíves engednék, hogy ennek egy abuzív viszonynak kell lennie ahhoz, hogy ilyen meredek legyen az igazság és a letakartság közötti, vagy szóval, hogy az, amit felmutat a között a szakadék, mint ami a realitás, vagy hogy mondjam, most belezavarodtam, de azt igen, csak így nehezebb megmagyarázni, hogy az Éva miért szerette ezt a fiút, vagy miért ment hozzá ez a fiúhoz. Hát már sose így kezdődik. Ez igaz. Ez teljesen így van. Ami egyébként egy nagyon abuzív viszony, de hát ez magában a természetében rejlik, hogy hát az Évát megvették. Hát igen. Hát hogyha valakit megvesznek egy társas kapcsolatban, akkor az egy abuzív viszony, akkor is, ha nem kiabálnak rá. Megvan, és ő tudja, hogy megvan véve. Neki az a dolga, hogy gyereket szüljön, és ott egy kalickába etesse és nevelje a jövő izéjét, jövő oligarcháját, aki majd örökli a vagyont. Körülbelül erről van szó, azt hiszem. Tehát ez önmagában egy abuzív. Ha semmi rosszat nem csinál, akkor is a viszony mélyén ott van egy olyan mérhetetlen egyenlőtlenség, ami már abuzív. Tehát egyik kifizeti a másikat minden értelemben. Nagyon élő ez a kórházi közeg. Hát ez a fantasztikus nővérke, ez a igen. Duci, vagy főnővér, vagy valami, tehát aki úgy ott van mellette, ő egy színésznő? Igen, ő Tárnok Marica, bábszínész. Bábszínész, igen. Akkor azért nem láttuk, mert
bábuk vannak előtte. Nagyon nehéz volt, meg nem akarta elvállalni, azt mondta, hogy neki a filmezés az ilyen túl fancy, ilyen puccoskodás, és ő azt szereti, hogy gyerekeknek báboz, és ez élteti, és egyáltalán nem izgatja a mozi, de az Asher Irmával meggyőztük, igazából könyörögtünk neki hetekig, hogy vállalja el, és aztán nagyon élvezte, meg nagyon szerette, nagyon megkedveltem a Maricát, meg... Na, jól tettétek egyébként, mert fantasztikus ez a... Nagyon életteli a figurája, hát az nem látszik, hogy ő nem egy vérbeli színésznő, igen, hanem csak bábokat mozgat, mert egy elképesztően reális figurát, minden, bárhova bemegy az ember egy rendelőbe, akkor találkozik egy ilyen főnővérrel, csak nem szokott ennyi időt vele tölteni. Hát ugye ő az, aki ott mindent csinál, igen, karban tartja a dolgokat. Hát az elképesztő élmény volt a terepszemlénk, mert viszonylag korán elkezdtünk terepszemlézni kórházakban, és hát ahogy az ápolók dolgoznak, az egyszerűen ilyen gyomorszorító érzés volt, és az a kitartásuk, meg a lelkesedésük, szóval azt hiszem, hogy ránézésre lett egy olyan benyomásom, hogy a világ legegészségtelenebbül kinéző emberei, akik tohányoznak, és párizsi zsemlén és isleren élnek, de tényleg, hát és nem alszanak egyáltalán, és a neonfényben aszalódnak gyakorlatilag, és biztos, hogy mindenkinek magas a vérnyomása, és valami baj van, és így is nyomják ezt a mókuskereket valamilyen őrületes ilyen mozgatórugóval, hogy szeretnek segíteni az embereken, és pelenkázni azt, aki magatehetetlen. Szóval, én így tudtam, hogy van, de így ezt látni, az nagyon meghatározó élmény volt. És nem volt az olyan kísértés, hogy belemenjetek ennek a szoció részekbe, vagy a bugyrába a magyar egészségében? Én megírtam egy elég nagy storyline-t erre. Igazából a kórházi közeg, igen, az tőlem jött, ez nekem elég nagy mániám. És én írtam egy elég izét, amit aztán a Fanny szerintem jó érzékkel kikukázott. De hogy ez most valahogy ide nem való, de én azt például nehezen engedtem el, hogy ebbe egy kicsit jobban belemenjünk. Hát ez elvitte volna, akkor egy másik filmet pontosan, igen, volna. Tehát ezért mondom, hogy jó érzékel abszolút, de nagy hívása volt, igen. De én is szerettem egyébként, szóval ott, igen. De jó, hogy kivettétek. Hát meghoztuk azt a döntést egy ponton, hogy ez a setting, szóval hogy ez legyen a háttere ennek a lánynak az érzelmeinek, és ne a cselekmény része. Hát meg mondjuk az Adél minősége is valahol, tehát az, hogy ő mi mellett köteleződött el, és az hogy csinálja, és hogy kiket választ magának társul, azért azok nagyon beszélnek róla. Tehát, hogy ilyen, igen, módon, meg azért több, mint egy háttér sokkal szerintem. Igen. Az is, hogy ő egy milyen barátságot választott, hogy kik között tud ő felszabadult lenni, mit tart fontosnak, hogy hol teljesítsen, tehát nyilván ezek mind erre a közegre vonatkoznak. Igen, tehát látszik, hogy őt szeretik, hát ugye ez a két ilyen mentős fiú, aki csak úgy befut, és ott a pár percig van ott, aztán elmennek, hogy ő egy ilyen népszerű ott, de ugyanakkor, hát ő egy diagnoszta, tehát igazából ő nincs gyógyító kapcsolatban a betegekkel, tehát ő ül és nézi a képen, amikor éppen nem ezeket a hülye videójátékokat néz ugyanaz a képernyőn, akkor röntgenfelvételeket néz a képernyőn, és diagnózisokat állít fel. Tehát neki nincs egy közvetlen kapcsolata, igen, a szenvedő emberrel. Majd el tudom. Mondjátok, át is akarom adni után gyorsan, csak hogy ezen nagyon sokat beszélgettünk, hogy mi legyen a foglalkozása az Adélnak, mi az a foglalkozás, ami a lehető nem megbecsültebb, vagy nem arányos az, ahogy, mert egy sebészt azért ott így fejet hajtanak az emberek, hálálkodnak, kezet csókolnak. A radiológus pedig lent van a ranglétrán, és nem alig veszik észre annyira a háttérmunkás. Hát nem gondolják róla, hogy egy orvos, tehát eleve, igen, nem gondolják azt, hogy egy orvos, hanem egy radiológus, igen. Igen, mert nem gyógyít közvetlenül, tehát nem a betegember, nem az ágy mellett áll és simogatja a betegember kezét. Hát én nem tudom, hogy ez nem gyógyítása, hogy felismerem, de hogy mit kell, ugye? Tehát... Hát persze, hát hogy ne lenne az, csak mondom, hogy nem az a kép, igen, ahogy elképzeljük a jóságos doktor bácsit, hogy megveregeti az öreg néni kezét, és azt mondja, hogy nem lesz semmi baj. Ami, hát ez a gyógyításnak valószínűleg a középponti formája ma Magyarországon, más úgy sem nagyon tudnak
nincs ráeszköz. Egyébként visszatér meg ez a kórházi közeghez, hogy az is például egy tök nehéz döntés volt, hogyha most nem csak az ilyen történeti évekről beszélünk, hanem az is, hogy hát, hogy mennyire lehet nyíltan beszélni arról, hogy ma mi van, és hogy ezt jelzésértékkel lehet-e csak, ami mellett döntöttünk végül, vagy ezt tematizáljuk is. És akkor végül ezek maradtak benne, hogy leomlik a plafon, meglátjuk, hogy ja, mennyi ezt keres, meg, tehát hogy lejelezzük, meg mindenki menekül külföldre, de hogy azért ezt nem lehet, most épp nem tudtuk ennél jobban tematizálni, de azért ez egy párbeszéd volt, hogy igen, meg szerintem mennyire lehet ennél direktebben, mint ahogy egyébként a neres közeg is egy kérdés volt, hogy ezt így ki lehet mondani, vagy sem, hogy a Tamás az egy kicsoda, vagy ezt csak lejelezzük. Hát tudjuk, hogy a gazdagságok igen, miből vannak Magyarországon, kics kivétellel. Igen. De hát az valószínűleg mindegy is, szóval nem biztos, hogy ő lopással és csalással szerezte a vagyont, bármivel lehet vagyont szerezni. De az főleg azzal persze. Azt akartuk lejelezni, hogy nem kellett érte halálra dolgoznia magát, szóval... Van ilyen, persze, hát ez valamit folyton fejleszt, hát egy... A közben, persze, tessék. Én az Ákosra kérdeznék rá, hogy tehát az Örkény Színházból lehet ismerni, de aki mondjuk nem jár az Örkény Színházba, hol találtatok rá? Nekem egy folyamtársam volt az SFN, és jóba voltunk, és csináltunk kis vizsgafilmeket hétvégente, meg hát ott az egy elég összefort közösség volt. De egyébként mióta kijött, vagy azt hiszem, hogy nem, a Besugó volt előbb. Szóval, amikor forgattuk, amikor akkor nem volt a Besugó, és akkor jött igen, ki aztán. Tehát mi előbb forogtunk le, mint a Besugó, csak a Besugó előbb készült előbb el, mert nyilván ki. Kicsit több volt a budget. Szóval van most egy sorozat, amiben ő a főszereplő, az egyik főszereplő, és viszonylag ismert lett az arca, ami nekünk nagyon furcsa effekt volt egyébként, hogy azt akartuk, hogy az Ákos legyen egy ilyen nagyon ismeretlen arc, aki értelmezhetetlen, hogy a munkás fickó miért tetszik meg ezeknek a lányoknak, és közben a Patkós Marci meg egy ilyen Magyarország szexi fiúja lett. Szóval ez egy ilyen... Igen, hozott valami furcsaságot. Hát ez egy ilyen ticking bomb volt, nem tudom, hogy lehetett tudni. Hát de lehet, hogy 300-zal többen megnézték miatt a filmet. Kávé. Akkor végül is jó, nem tudom. És mennyi, ez a 300 plusszal együtt mennyi a nézőszám? Nem, mint hogyha ez lenne a lényeg. Azt hiszem, hogy 7500. Hm? 7500, nem? 7500, valami ilyesmi. És mennyi volt a költségvetés, ha ezt meg körülbelül... 100 millió. Hát ez a szokásos, igen. Ugye az inkubátor. Inkubátor, és 80 milliót nyertünk az inkubátoron. Most már azt hiszem 100 vagy 120 millió az inkubátor. Akkor még lenne. 80 volt, és még az az önerőt visszarakták a producereink, a Pataki Ágyék, és akkor így lett 100 millió. Hát csak tájékoztatásul mondom, mindenféle cél nélkül, csak egyszerűen a tényt, hogy ez 100 millió egyébként sok pénz, de a filmkészítésben, belépve a magyar filmkészítést is, az egy nagyon alacsony költségvetés. Gondoljunk bele, hogy egy 4 milliárdos film, és az most már akad, sőt, most már van, amelyik 6 milliárdot is ütögeti, egy 4 milliárdos filmnek a 100 millió hány százaléka? Valaki ezt most gyorsan meg tudja nekem mondani? 1-2 százaléka, azt szeretném mondani. Tehát 100 film készülhetne abnak az egynek az árából, 100 ilyen low budget, fiatal film készülhetne. Tehát egy nagyon pici összeg, csak azt akarom mondani. Egy 4 milliárdos filmnél valószínűleg a büfészámla vagy a taxiszámla összege annyi, amennyiből itt elkészül a film. Hát igen, ez pont annyi pénz, hogy kicsit megsegítette a döntéseinket, mert általában úgy kellett döntsek, hogy az olcsóbb. Lehet, hogy azt hiszem egyébként a pénzmennyiséggel a felelősség is nő, de ezt nem tudom milyen. Hát minden esetben a rendezőnek nehezebb, mert minél több a pénz, annál többen vannak a sarkán, hogy figyeljen oda. Igen. Hogy igen. Ne, mire pazarolja el a milliárdokat. Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e tudni valamit a külföldi forgalmazásról a filmnek? Hol megvették-e nem, már? Nem, hát... És az, hogy még más fesztiválokon indítják-e? Hát még
zajlanak a fesztiválok, most nem sokára megyek Wiesbadenbe, meg a következőt meg azt hiszem, hogy nem mondhatom el, de még ezek zajlanak, de külföldi forgalmazó az nincs. Mondjál még sajnos néhány fesztivált, mert azért sok fesztiválon szerepeltetek. Igen, a legnevesebb az a New York Film Week volt, ahol a Natasha megnyerte a legjobb főszereplőnek járó igen, díjat. Igen, az egy komoly. Igen, meg hát Amerikában nagyon szerették. Tehát ez a Wiesbaden is, ez a kelet-közép-európai igen filmek fesztiválja, és ez egy nagyon színvonalas fesztivál. Igen, Los Angelesben is kaptam azt hiszem egy ilyen valami Independent filmekre, woman, vagy valami, legjobb Hongkongban is volt meg, rendező. Igen. Tehát jól hangzik, New York, Los Angeles, Hongkong, Wiesbaden, szóval ezek azért jó nevek. Igen, hát még zajlik, de szerintem külföldi forgalmazás, én most nem tudok, szerintem az már megtörtént volna. De ne legyenek az illúzióink, ezek külföldön nem moziforgalmazott filmek. Szóval egy magyar kisköltségvetésű film az legfőjebb valamelyik tévécsatorna elképzelhető, hogy megveszi, de moziháló, tehát rendes mozi forgalmazója, ugyanúgy, mint az amerikai vagy a francia filmeknek. Erről nem érdemes azt hiszem ábrándozni. Előfordulhat, de az nagyon ritka. Akkor fordul elő, hogyha a Tar Béla vagy az Enyedi Ildikó csinál filmet, vagy egy film megnyeri a Oscar-díjat, mint a Saul fia. De ezek a kivételek. Tehát ez az utóbbi, hát a Tar már rég csinált filmet, de hát az utóbbi 10 évből most mondtam 3 nevet. És minden évben készül Magyarországon 30 film. Tehát ez abszolút a kivétel. Igazából, mert én annak nagyon örültem, hogy viszonylag hamar lett forgalmazónk Magyarországon, mert az is ritka egyébként, hogy a magyar forgalmazók sincsenek eleresztve, mert kevés pénzből kell nagyon nehezen becsalogatni az embereket a moziba, és tudja mindenki, hogy milyen handicappel indul egy magyar szerzői film. Mert hát egy vígjátékot sokkal könnyebben megnéznek az emberek, akik szórakozni szeretnének, és igen. Milyenek voltak a közönség reakciók? Mert gondolom elég sok közönségkel találkozón jártatok. Csodálatos. Nekem annyira jó élmény volt közönségekkel beszélgetni, vidéki közönség. Nagyon érdekes volt összehasonlítani a közönségeket, hogy mennyire mást kérdeznek a debreceniek, mint a budapestiek, vagy na, a Szentendrén. Például. De fú, én nem gondoltam, hogy ennyire fogom ezt élvezni, mert viszonylag introvertált, és nem szeretek szerepelni, szóval ez mindig nekem egy ilyen nagy feladat. De ez egy csodálatos viszony, amikor egy nézőközönség úgy érzem, hogy értés belelát abba, amit akartunk csinálni. Hát meg eleve az, hogy annyira abszurd ez, hogy nyilván nekem íróként a legtávolabbi az, hogy mikor foglalkoztam vele, és aztán mikor vetítik, de hogy mondjuk ezt mondjuk 4 vagy 5 éve, nem tudom, hány éve írtam, és egyszer csak ott ülnek emberek, akik most lettek ettől valahogy megérintődve, és ez úgy visszacsatolja ezt a nagyon nehéz munkát. Tehát azt hiszem, hogy van egy ilyen is, hogy ez egy ilyen reward, hogy hűha csináltunk valamit, ami jót okozott valakikben. Mm-hmm. És ha már csak egy ott ült, akik ezt okoz, az jó érzés, nem? De nem voltál ott a forgatásokon? Én nagyon terhes voltam akkor, és Covid volt, és ugye ez még az első terhes Covid hullám. Terhes Covid, minden, igen. És nem nagyon, nem volt, hát terhes Covid, igen, nem volt megoltás. Ez az egyik része, igen, hogy ilyen védekezésből, másrészt meg... Hát konkrétan az utolsó forgatási napon szültél, én erre emlékszem. Komolyan? Igen. Akkor egyszerre született meg a film és a gyerek. Hát ez azért nem az utolsó, bocsánat, akkor, amikor az Adél meg az Ákos randiztak, és emlékszem, tényleg, hogy akkor igen, mentél igen, be. Tényleg. Melyik? Na, hát többször randiztak. A Giroszosban. Giroszosban. De tényleg. De a másik része az meg egy ilyen érzelmi dolog volt, hogy úgy éreztem, hogy azért mi is egy elég szimbiotikus valamiben tudunk lenni a Fannival, mint ahogy itt az ikrek is, és hogy egyszerűen kellett, hogy én elereszem. Tehát, hogy az én munkám lezárult, és akkor azért a castingot nagyon együtt csináltuk, és hogy
te legyél ott erőtérben, szóval nekem egy ilyen része is volt. Igen. És nem volt olyan, hogy forgatás közben elakadt, vagy valami gond volt, és akkor kétségbe esettem, fölhívott, hogy ide kéne egy dialógus. Ide, olyan nem, de azt merre nagyon kérted, tovább. Hogy menjek ki, olyan volt. De azt szerintem, hogy teljesen normális ilyen érzelmi izé volt, hogy jó érzés lett volna, hogyha... Valakire igen. Mindig rá lehet nézni, hogy ez így van, de annyira tudtad, hogy így azt van, hogy úristen, nem kellettem. Úristen, volt, emlékszem, hogy volt olyan, hogy annyira nagy szükségem lett volna egy emberre, aki annyira átlátja, mint én, mert senki nem látta igazából eléggé át, hiszen nagyon bonyolult szerkezetet írtál, és az, hogy követhetetlen, hogy kinek a szemszöge, vagy nem követhetetlen, de hogy nem tudja a kellékes, hogy most kinek a szála forog, és a sminkes sem mindig, csak az, amit én mondtam, szóval egy ilyen... Mm-hmm. Tehát most nem is tudták, hogy az Adél van, hát vagy nem az tudott van. Mindig mindenki mindent követni, mert ezer dolog, és ugrálunk a szálak között, a Natasa is, tehát hogy mindenki a saját dolgára figyel, és hát persze ez a rendezőnek a dolga, csak ezt extrán megnehezítettük. És hát igen, valahol könnyebb lett volna, hogyha végig ott vagy velem, és ketten tudjuk ezt, de közben meg... Szerintem nekem erőt adott az, hogy így bíztál bennem. Neked kellett megküzdeni, igen, szerintem az így kellett lennie. És van ilyenkor egy producer is a filmnél. Több is. A Pataki Ági, meg a Kenesei Edina. Hát ők nem folytak bele kreatívan, és ők támogattak engem hátulról végig, és nagyon jól esett az ő megtisztelő bizalmuk. Mindenben segítettek, amiben tudtak, de... Sőt, beálltak statisztának is az úri társaságba. Persze, meg hát honnan lettek volna luxuskocsiaink, hanem a Pataki Ágék baráti társaságban. Ja, adóna volt? Igen. De azért annyit én többet is kreditálnék, hogy amikor rossz ajtón dörömböltünk, vagy hogy mondjam, akkor azért szóltak. Tehát, hogy azért a fejlesztés első szakaszánál nagyon-nagyon keresgéltünk. Én nekem egy nagy kínlódás volt az első egy év az írásban, hogy bedobtam a Fanninak egy ilyen jól hangzó ötletet, és utána ennek értelmet kellett találni. És akkor ezen így vértizzadtam, és azért ott születtek az elején írományok, amik olyan stílusában jók voltak, de nem volt mögötte semmi, és akkor ők nagyon szóltak. Szóval azért ott az elején nagyon igen. Ott voltak az Ágiék, amikor nem, azt mondták, hogy ennél sokkal többet várunk tőletek. Igen, szóval igen. Mögött az Ágiék, mögött rengeteg igen. Film igen. Van. Közben mindenki, tegye föl bárki a kezét, aki szívesen beszélne, és kap egy mikrofont. Töltsön. Valójában nem kérdés, csak egy kis tájékoztatás. Mikor mutatták be? Ez november 17, 2022. Hát én úgy emlékszem, hogy már decemberben nem bírtuk, bár a hölgy elment a barátnőm, nem tudtuk megnézni. Folyamatos levelezésben voltunk minden héten, amikor jön az új műsor, hogy figyelj, egy moziba játsszák, ekkor, de akkor ugye nem tudunk elmenni. És ez így ment hónapokig, mire rájöttünk, hogy itt a vége, sose fogjuk megnézni, és így is lett. Most májusban itt levetítik, de hát szóval ezt én nem nagyon értem, hogyha van egy inkubátor program. Hát valójában azt kell mondjam, hogy én nem értek a filmköltségvetéshez, de hogyha 100 000 kevés egy filmhez, akkor ott 100 000-et kéne még adni. Ó, de hogy... Hát millió. Milliót. Mert hát szóval ezt így kár volt megcsinálni. Már elnézést, nagyon jó film, nem úgy értem, hanem hogy nem tudom megnézni egy-két, hát egy hónappal a bemutató után. Fenn van szóval, a film. Ez nem önöknek egyébként. Szól, ez a nem tudom, valahova az igen, ide, ez hogy ez értem. Nem normálisna. Nem értek a forgalmazáshoz, de abban picit beleláttam, hogy mennyire nehéz dolguk van. Szóval azt hiszem, hogy ez a műfaj kereslet-kínálat összefüggése, és egy kicsit azt tükrözi, hogy valószínűleg nincs rá kereslet, hogyha a kínálat nem szolgálja ki. Hát igen. Mozinet volt? Mozinet, akik a lelküket kiteszik. Egyik legérzékenyebb forgalmazója a magyar művészfilmeknek és a fiataloknak, tehát az egy nagyszerű forgalmazó. Igen, nagyszerű. Hát igen, ez nagyon sajnálatos, de hát ez történik nagyon csodás hát magyar filmekkel. Fenn van a Filmión egy jelképes összegér, hát az nem ugyanazt tudom, mint moziba, én az ember mozipárti egy filmnél, de hát a Filmión, fenn van a Cinegón, a Filmión azt nem... És egyébként az HBO is megvett. Most már, hát az HBO, de hát az egy csak nagy júniustól lesz.
az HBO-n. Júniustól az HBO-n, tehát ha az ember rászánja egy magyar mozi egy árának a felét, akkor az egész családja megnézheti hát, este. Igen, én is nagyon sajnálom, hogy nem moziban, de... Tehát mindjárt. Igen. De azért ez de... azt jelenti, hogy egy filmnek azért más az utóélete. Szóval mindig azt számolják, hogy mennyi a jegy. Jegybevétel, jegyeladás, ennyi és ennyi néző. Ami nagyon sokat nem jelent, mert senki nem tudja, hogy egy 10 milliós országban mennyi a sok néző, 80 ezer van. Azt mondjuk, hogy 80 ezer, akkor baromira örül mindenki. A Jancsó filmjét, amikor bemutatták, 1 millióan nézték meg, és nem volt kiugró nézőszám. Tehát nem lehet pontosan tudni nézőszámokkal, profik nem szoktak foglalkozni, csak azok, akik a mellüket döngetik, hogy sok néző van, mert azzal akarják takargatni, hogy sokba került a film. És ettől még ráfizetésesebb. Amerikában ez egy sokkal kíméletlenebb, de sokkal racionálisabb rendszer. Ha valaki megnézi az IMDb-t, soha nem lát nézőszámot, mert pontosan tudják, hogy egy 200 milliós országban mi a sok néző, mi a kevés néző, mennyi ideig kell számolni a nézőt. Hogy csak annyi van, hogy mennyibe került, és mennyi a bevétel. Ez a két adat van, és egy darab nézőszám nincs soha, mert annak nincs igazi értékelhető tartalma, hogy a 7000 sok, a 8000 sok, vagy a 800000 sok, ezt nem tudjuk megmondani, hogy ez igazából mi. És ugye hát ez csak a pár hét mindig, amíg lefut a film, kimegy a mozikból, és akkor azt mondja, hogy ennyi volt a nézőszám. De hát egy filmnek van, különösen ha egy értékes film, hát van egy elképesztő utóélete. Hát a legnézett, minden idők legnézettebb magyar filmje a 7,5 órás Sátán tangó. Mert 25 éve a világ minden pontján nincs olyan hétvége, hogy ne vetítenék le. És hát nem volt kiugró nézőszámban valószínűleg. Nem volt nézőszámban, sehát nem lehetett moziba forgalmazni. És 20 vagy 30 éve mindenki tud róla, és mindenki nézi. De hát ez valószínűleg mindig így van, nem az első két hét számít, és akkor boldogan jelenti a producer. Ami valószínűleg általában nem is szokott igaznak lenni, hanem rájönnek, hogy akkor több néző jön be, ha több nézőt jelent. De nem, ez nem igazán mond el semmit azoknak. Ez egy ilyen etetés a legtöbbször a nézőszám. Hát meg én erről mostanában sokat beszélgettem producerekkel, hogy valami történik azért a nézői szokásokkal a streaming szolgáltatók miatt. Ritkábban mennek el az emberek moziban. Igen. Egyszerűen, mert megnéznek mindent a Netflixen, meg a Filmion, meg az HBO-n, és lenegyedelődött. A mozi egyet azt már majdnem mindenki váltja. Sándor Pali mindig azt mondta, hogy nem azt kell megnézni, hogy ki megy be, hanem azt, hogy ki jön ki. Tehát az nem jelentkezik, még akkor is, de végüli, hogy jön ki, mivel jön ki. Mert azt csak azt regisztrálják, hogy ennyien vette meg a jegyet, és ha közben csapkod, és eszik, és káromkodik, és utána dühösen kimegy, az is ugyanolyan nézőszámnövelő. Tehát ezzel mindig csinyán kell bánni, ezzel a diadaljelentésekkel, hogy ez ennyi, ez kevés néző, tehát ez minek, az meg sok néző, és az meg nagyon jó. Ez nem így működik. Bocsánat, csak... Igen, de amúgy nagyon örülök, hogy inkább az történt vele, hogy bárcsak lett volna mégis, nem az, hogy persze. Vegyék már le, tűnjön már. Nekem az a mániám, hogy rendes filmet az ember moziban néz, ennyi. Engem nem érdekel a streaming, nem érdekel a film, jó, bár regisztrálva vagyok. Ha már nagyon-nagyon rég nem bírtam megnézni, akkor esetleg. Ez is kicsi volt. Egy csomó részlet elveszik. Ez pont ami esetleg a két jelenetben más, ezt nem lehet egy ekkora tévén megnézni. Mi a fenének? Már elnézést. Tehát a vetítés az kell, hogy aztán hogy vigyék be az embereket, én ehhez nem értek. Elnézést. Igaza van. Szóval én is egyetértek. Örülnénk, ha mindenki így áll. De ezt kevesen gondolják. Köszönjük. Minden filmkészítő nevében köszönjük, mert... Nem, hát ez jó lenne, ha mindenki így gondolná, de... Nem erre megy sajnos a világ, vagy a filmvilág. Van a filmeteknek, ugyan nem, nincs szerencsére, nagyon szerencsére megint kihangsúlyozva, egy azért nagyon markáns zöld vonala. Tehát ez az együttélés a természettel. Kivágjuk a fát, és odarakjuk abba a borzalmas üvegházba,
vagy nem is üvegkába, üvegkalitkába, a nagyon drága szőnyegre, és aztán később, és ez egy másik vonal, amiről szintén kérdeznélek, később átmegy egy picit a mesébe, amikor ez a két lány egy ilyen gyönyörű falevél, virág, nem tudom miben, egyszer csak ott mint együtt, mint egy magzatburokban fölszállnak, és akkor elkezdenek egy, akkor kezdenek el egyformák lenni igazából. Ugye erről valami. Hát igen, ez is a szimbiotikus része, ebben nagyon találkozunk. Hát nyilván ebben tudatosak voltunk, vagy igyekeztünk. Ez egyébként az egyik része, amit nagyon támadtak a könyv szakaszban is, de a vágásnál is, ezt majd nyilván a Fanni beszámol róla. Melyiket? A zöld részt? Vagy hát nem, a mágikus mese. Vagy a mese részét, aha. Igen. De én csak igazából annyit akartam így hozzátenni, hogy azt hiszem, hogy nekem amennyire picire csökkentettük, annyira az egyik leglényegesebb része volt. Ez a fa, meg ez az egész, tehát az talán az egyik legszemélyesebb része így a megírásánál. És a másik meg az, hogy az az érzés, hogy hát ezt ki lehet találni, és a Fanni megcsinálja, az meg alkotóként az egyik legjobb érzés. Tehát az, hogy ebbe így össze lehet dugni a fejünket, és ilyen szép lesz tényleg. Ennyire kevés pénz volt, tehát azért ezt, igen, de mondta. De hasonlót akartam, csak hogy szerintem ez annyira hasonlítunk abban, hogy az értékrendünkben legelől van a természettel való, nem, a természetre való felnézés talán, vagy ennek a tisztelete, hogy szerintem viszonylag hamar eldöntöttük, hogy ennek kell szerepe legyen abban, amit mi csinálunk. Hát meg az a gondolat, hogy milyen, tehát ez két részre lehet bontani, mert az, hogy milyen ellépni a realitástól egy filmben. Tehát ez a másik, ami talán egy narratológiailag, meg esztétikailag is nagyon foglalkoztat. Ez egy kényes dolog egyébként. Igen, hát nagyon nehéz, támadták is, azért mondtam, hogy volt azért olyan rough cut vetítés, ahol azt mondták, hogy minden fantasztikus, de ez nem, és nagyon értékes hozzászóló emberek, tehát hogy nagyon igen. Komoly, a szemünkbe hát, komoly emberek. Én most is úgy gondolom, meg. Hogy... Hát nem. Jó, helyes. Befogadtam, és utána úgy... Én, nem, igazából lehet, hogy volt egy pont, amikor majdnem elvitt ez a... Szerintem ez az attól való félelem. Tehát nem kiszedni nem akartad. Nem, tényleg nem hanem akartam. Azon gondolkozz, hogy valahogy a helye máshol legyen. Igen, szerintem hát nem volt, hogy... én elfogadom, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez gics. Igazából a gics műfajjal sincs problémám. Úgyhogy én ezzel meg tudok barátkozni. Van egy nagyon gicses részem, azt hiszem. Nem gondolom, gicses ez a végén a csillagok, ugye? Ott rá telepszenek a ruhájukra, és hullani kezdenek. Romantikus. Nem is tudom. Mesés. Mesés. Egyszerűen mese, csak hirtelen csap át, mert ugye ilyen mesei vonala az nem... Én nekem egyébként nagyon sokat volt referencia a Bibliothèque Pascale ennél a filmnek a megírásánál, tehát mert ott igen? Azért... Hát mert ott ez végül... Az egy kegyetlenebb mese. Az biztos. A Hajdú Szabolcs Bibliothèque Pascale-járól van szó. És az én 20. századom, ahol szintén játszik, ráadásul persze ikertörténet, és ugye ott is van egy ilyen tündérmeseszerűség az egészben. Igen, az Ildikó stílusa volt referencia, azt hiszem meg a hangulata, és a történet, tehát szerintem attól kezdve, hogy két ikerről beszélünk, semmi másban nem hasonlít, úgyhogy inkább... És a stílus, hát az azonos fickó is, de... Talán ez a... Szerintem zenekezelésben, ritmusban, színészvezetésben, szóval nekem az Ildikó nagy példaképem, ilyesmikben. Én tudom, hogy amikor világos lett, hogy ezért ez nagyon tud hasonló lenni, akkor én nagyon határozottan eldöntöttem, hogy ezt most nem nézem meg ezt a filmet, amíg nem készül el, mert annyira összezavaró lett volna. És tehát, megnézted aztán? Nem, hát régen láttam, többször is, de hogy ezt szerintem ilyen kamaszkorban, meg talán fiatal felnőtt korban, és akkor én éreztem, hogy rám annyira túl nagy hatással, annyira szerettem ezt a filmet, hogy biztos, hogy mászkált a tudatalattimba, és nem akartam, hogy összetűzésbe keveredjen a kettő. Tehát
Igen, de én viszont megnéztem, és megnyugodtam, hogy nem koppintottunk. Hát összetéve, szerintem egész más stílus, de ez egy, csak én gondolom. De adom ki, hogy vannak benne hasonló mesei elemek, de hát az egy egészen sokkal keményebb, fekete-fehér világ, éles ellenfényekkel, történelmi helyzetben. Igen, az történelmi helyzet. Eszembe jutott egy kicsit perce, de egész más, tehát föl sem merül, hogy valami hasonlóság lenne. Igen, tessék, egy mikrofont. Én ott a fa behelyezését, hogy oda viszi a fát kivágva. A fa behelyezését a lakásba, azt a bosszúnak érzem, teljesen, hogy azt a védett szőnyeget tönkre teszi, és mondta, hogy elmegyek futni, és megkönnyebbült, és föllélegzett, hogy ezt végrehajtotta, hogy megtette ezt. Én így érzem. Hát ennek én örülök. És, igen, hát ott az történt, hogy az Adéllal való összefonódásból merített bátorságot az az erőtlen Éva, aki a filmidő nagy részében nem tudja összeszedni a bátorságát, és a végén a csillagoktól és a növényektől és az összeforrástól mégis meglép egy ilyen dolgot, hogy végül is feláldozza azt a fát, aki neki annyira fontos. Hát meg ez az első lépés a férjével szemben, vagy valami autonómia fele, ami persze nagyon hosszú út, de azért azt szerettünk volna, hogy egy nagyon pici jel az emancipálódásnak. De nem olyan pici jel, amikor... Nem olyan pici, igaz, de azért csak haza fog menni. Milliós szőnyegre oda nyom. Világos, de hogy azért nem az van, hogy összeszedi a gyereket és elmegy, hanem ő haza fog menni, és nagyon porul fog járni utána. Tehát, hogy ez egy, nyilván ez a utógondolat, de hogy az egyértelmű, hogy ez csak egy szimbolikus tett, nagyon nagy tett, de hogy... Igen, itt az Éva az, aki inkább egy cselekvő figura, mert neki kell, ő változik inkább. Tehát az Adél az egyszerűen elmegy és készül. Annyit nem változik a cselekmény során, legfeljebb ez a szerelem változtat rajta. De az Éva az, akinek ki kell mozdulni a komfortzónájából. Igen, hát más típusú karakter fejlődések vannak. Az Adél kinyílik talán, szóval hogy az iszonyú zárkozott mindenkitől fallal, elválasztott szótlanságából egyszer csak kinyílik, és egy férfinak odaadja a szívét, az Éva pedig ellenszegül valakinek, akinek soha nem mert volna azelőtt. Az Évái valóban nagyobb sokkal, ezért is... Csak szerintem ezt akartad mondani, hogy sorrend dolgok, de mondd el te. Én igazából csak egy olyat, amit biztos, hogy azok az emberek, akik megnézték, nem mindenki értene vele egyet, de az én szívemben, vagy a fejemben ez azért úgy szól, hogy igazából ennek a filmnek a főszereplője az Éva, ha így narratíven nézzük. Nyilván közben ez ennél egy picikét trükkösebb, de mégiscsak ő az, aki klasszikus értelemben a történetben. Akinek konfliktusa van igazából. Igen. Meg hát igazából ez a trükk, hogy egy nagyon hosszú expozíció van az ő történetében. Hát azért nem. De hát neki a nehezebb, mert ott a gyerek. Szóval nem azért nehéz, mert ott ebben a gyönyörű aranykalickában van, hanem ő azért le van kötve egy gyerekkel. Tehát innen ellépni az tényleg nagyon nehéz egy ilyen viszonyból. Igen, de azért szándékunk volt az, hogy mind a kettővel lehessen azonosulni, és ez egyébként egy nagyon érdekes effekt, hogy nagyon sokszor a közönség találkozók egy ilyen heves vitába csaptak át, hogy kinek melyik őjük a szimpatikusabb, és ki melyik őjükkel tudott jobban menni, mert általában mindenkinek nagyon határozott véleménye van. Ritka esetben mind a kettőt megértette valaki, de... Ez nekem egy ilyen nagyon, nagyon kedves élményem, hogy ilyen szenvedéllyel védi valaki az Adélt, és az Évát egy hisztérikus idegesítőnek nevezi, és fordítva pedig egy unalmas, befeszült valakinek az Adélt, és az Évát meg egy érzékeny lénynek, szóval... Hát próbáljuk ki, hogy az itt ülőknél ki melyikkel rokon szenvez, melyik mellé áll, vagy egyáltalán melyiket gondolja igazából főszereplőnek. Mikrofon.
Tehát nem gondoltam, hogy az Éva a főszereplő, mind a kettőt főszereplőnek éreztem. Egyébként nagyon jól volt Adél ábrázolva abban a sivár környezetben, ez a befelé fordulásos alkat, biztos, hogy ez még súlyosbította a helyzetét, és ilyen szempontból jól jött neki Ákos, hogy egy pici fény az alagút végén, mert egyébként ez a közeg, ez a munka, ez biztos, hogy egyre lejjebb húzta volna, és vitte volna el a videók álvilágába egyébként. És Éva mellé meg jó volt ez a másik férfi, aki ugye kalitkában van, de akkor jól érezhetné magát, mert egyébként ő nem végezte el az iskolát, tehát nyilvánvalóan tanulatlan, kiszolgáltatott, akkor legalább egy luxust kap, de ez a luxus nem lehet tökéletes, mert egy bántalmazó kapcsolatban van. Tehát én mind a kettő karaktert nagyon értettem. És meg is értem, tehát nem tudom, melyik a jobb, mind a kettő rossz. Vagy jó. Hát az azért szándék volt, hogy mind a kettő a cérnája végén legyen. Tehát, hogy azt mind a kettőnél éreztük, hogy ha most nem változik meg valami az életükbe, akkor nagyon rossz irányba menj, és ezzel kezdtük őket felépíteni, igen. Ön még akart valamit mondani, csak nagyon érdekelt erre a kérdésre, hogy az Éva Adél... Hát az az igazság az elején, az eszméletlenül lepusztult környezet volt, ez annyira nyomasztó környezet, de annyira igaz különben, mert tényleg ahogy, nem csak ahogy él, hanem áll az a teljes passzivitás, gyakorlatilag semmilyen kezdeményezés, hát egyedül tényleg, amikor az Ákossal valamennyire összejönnek, de... Ugyanakkor az Éva esetében meg tényleg az, hogy először minden szép és jó, és utána kiderül, hogy nem fenékig tejfel, sőt, még sokkal nehezebb neki, de talán ő aktívabb, mint Adél. Jó, mondjuk Adél el is megy, tehát gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy utána hogy alakul a végén ugye az úgy tűnik, hogy ők egymásra találnak végül is, megbocsájt a Adél is a Évának, illetve megérti ezzel a mesejelenettel. Nekem tetszett a mesejelenet, mert tényleg egy olyan, hogy egy kicsit szimbolikus, ahogy potyognak a csillagok, meg a többi, és a másik még a zene. Nagyon tetszett, amikor a bizonyos eset, én szeretem ezt a típusú zenét egyébként is, de amikor volt ugye a legvégén is, meg mikor kitörni ott körbe, és az a zene, az tényleg egy nagyon-nagyon teli találat volt szerintem. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Az egy mongol metal zenekar. Ez nem nekünk írták, hanem ezt hallottam, szerintem szembe jött velem a Spotify-on ez igen, a zene. Itt van valami ellen, hogy mondjam, csak szereposztás, hogy ki mibe menekül. Hogy ez a látszólag ilyen nagyon egyszerű milliómos háziasszony, ez mongol harci dalokat hallgat. Ami ugye azért eléggé különös, tehát van valami a személyiségében, ami más, mint a látszat, és ugyanakkor viszont az orvosnő az nem klasszikus zenét, még csak nem is klasszikus rockzenét hallgat, hanem a legócskább ilyen videójátékokkal, lövöldötös videójátékokkal kapcsolja ki magát, ami meg nála egy ellenpont. Hát mindkettejüknek a belső feszültségét szimbolizálja ezt a vulkánt, ami kitörni készül. Az egyik egy virtuális világban menekül, a másik pedig elpusztítja a szőnyeget. Én ebben nem értek teljesen egyet, van egy-két ilyen pont, de hogy én nekem a virtuális világ az egyértelmű menedék a realitás elől, az Évánál meg sokkal inkább úgy gondoltam ezekre a síkokra, hogy valami, aminek egy nagyon mély rétege, de nem engedi az ő környezete, hogy kijöjjön. Tehát az egyiket én egy mélységnek nézem, a másikat egy menekvésnek, és az két irány, tehát hogy ebben én nem teljesen... Biztos, hogy ezek ellent mondanak egymásnak. Az is lehet, igen, de hogy valahogy a... Tehát ez a vovozás, hogy ebbe ő elmerült 12 óráig a helyet, hogy aludna újabb műszak előtt, azért az egy nagyon súlyos függőségi, igen, valahogy nem akar jelen lenni, és még aludni se tud, és inszomniás, tehát valahogy más tünet, azt hiszem, igen.
Igen, de valószínűleg azért is érezzük az Adélt, vagy azért van legalább annyira kiegyensúlyozva, hogy az Adél legalább annyira főszereplőnek érződik, mert vele kezdődik a történet. Vele megyünk el az első 45 percben, na most hát ugye a dramaturgiában, hogyha 45 percig valakivel vagyunk, utána már nehéz azt csinálni, hogy ne ő legyen a fő. Lehet, de az már nagyon ritka, szóval óhatatlanul a megszokásunk az, hogyha elindultunk valakivel és a középpontban van, akkor ő a főhős, vele megyünk. Igen, ezért is ez a sorrend, hogy először az Adél történetét nézzük végig, és utána emeljük a tétet az Éva mélyebb nyomorával. Aztán lassan eljár a dinam, de azért tessék, nem, persze, csak mondom, hogy az utolsó kérdéseknél tartunk, köszönöm mert szépen. Én megígértem, hogy nem tudom. Köszönöm, Kis T. Anna vagyok. Csak ez a szempont nem merült még fel, ami szerint például én is választottam természetesen a filmből főszereplőt. Én szerintem Éva főszereplője, és megmondom, hogy miért. Az ő története érdekel. Folytassák tovább. Mert abban számtalan izgalom van, így van, és ő a korembere. Az Adél, én éltem már 90 környékén is, szerintem a teremben lévők többsége pontosan tudja, hogy mire gondolok, önök még akkor nem éltek. Az egy olyan típus, akit mi nagyon jól ismerünk a 80-as évek második feléről, 90-ről, de sajnos mi az értelmiség egy érdekes típusaként ismertük a sajnos több mások miatt helyén valóit. Éva a mai kor embere. Úgyhogy hogy alakul az élete? Én szívesen megnézném. Köszönöm szépen. Nem biztos, hogy értem a mai kor emberét, hogy az Adél miért nem az. Meg én éltem már 90-ben, de... Jó. Az Adél benne lehetne egy filmbe 90-ből is. Majdnem ugyanott ülne, és ugyanazt csinál, csak lefélem más videójátékot játszanak. Az Éva valószínűleg 80-as, 90-es években ilyen szituációban nem lehetne. Tehát nem voltak még ezek az oligarha feleségek, ez az egész mentalitás, a top menedzser, tehát ő inkább igen. Egy későbbi kor. Bocsánat, de gondolom, hogy erről lehet szó. Még ha van kérdés, mert tudom, hogy zárják a termet majd egyszer, és meg is ígértem, hogy ezt betartjuk. Hát amennyiben nincs, akkor gratulálok nektek a filmetekhez is, meg utána ez egy kritikus díjvetítés, tehát a díjhoz meg külön. Gratulálok, amit itt vettetek át. Nagyon szépen köszönjük.